Nem mindennapi labdarúgó eseményről láthatnak összefoglalót a megye első osztályba szereplő negyedik helyen álló Bicske, mutatója 5-2-2, 20-18-es a gólkülönbsége, 17 pontja van, második helyen pedig a Sáros, 9 meccs után mutatója 5-3-1, 23-7 és a gólkülönbsége, 21 szerzett pontja van, tehát két élvonalbeli labdarúgó csapat mérkőzéséről láthatnak összefoglalót. Előző évadban idehaza kikapott csapatunk ősszel 3-1-re, a gólokat akkor Majlát Henri 2-t, Gál Péter 1-et, illetve Erki Norbert lőtték. A tavaszi visszavágón is a Sárosdiak nyertek 5-4-re, tehát kikapott együttesünk, gólokat Zács Tamás 2-t, Radics egy öngólt vétett, Lendvai és Gál Péter szerezték a Sárosdiak góljait, illetve Simon László 2-t, Megyes és Földes Gábor 1-1-et. A mérkőzés vége felé Szücs László játékvezető Simont és Fincét kiállította. Tavalyi évben a Sárosda Velence mögött második helyen zárt az évet, csapatunk pedig az ötödik helyen végzett. Mai mérkőzés előtt a két csapat legjobb gólövője, Dvéri Zsolt 5 gól, Molnár Attila 5 gól, és Gál Péter 5 gólos volt szintén. A tavalyi megyei bajnokság ez is cipőse, Mena egyelőre 2 gólos, a Mezőfal ellen és a Szabadegyház ellen talált az ellenfél kapujába. Nagy irányban kezdett mindkét csapat, és ebből adódóan rengeteg szabálytalanság csúszott a játékba. Az ellenfél edzője Horváth Zoltán pedig végig közvetítette a mérkőzést, itt például oktatja a játékvezető. Néha a sportszerűség határt is súrolta vélemény megnyilvánítása. Minden párhozkor közbeszólt és próbálta rábeszélni a mérkőzés játékvezetőt, hogy javukra fújjon. Játékosai pedig minden ütközetkor este keltek, hogy a játékvezetőt félrevezessék. Félrevezessék, és ez nagyon sok esetben be is jött. Pedig Csupor játékvezető a megye egyik legjobb játékvezetője, de ezen a mérkőzésen teljesen megzavart a normális működését a vendégek műeséseit. A két csapat összeállítása Sáros, Somogyi, Gál, Sipos, Lenzai, Pribék, Gyurica, Dvéri, Majlát, Szabó, Rotman és Somogyi kezdő 11-el léptek a pályára, csere volt még Szöveg Banás, Téber Szabolcs, Hornyák László, Rauf Tivadar és Kövecses Imre, a csapat edzője Horváth Zoltán. A hazaiak az alábbi kezdő csapattal léptek a pályára. Miklós Balázs, Radics Ádám, Máté Dávid, Gulyás István, Lengyel Gábor, Szabó Balázs, Kozsgai Mihály, Molnár Attila, Megyesi László, Vörös Zoltán és Földes Gábor. Csere játékos volt Németh Zsolt, Miklós Sebesztyán, Vörös Robert, Horváth Péter, Borostyán Csaba és Solyom Tamás Kálmán, a csapat vezetőedzője Erdész Ferenc, a mérkőzés játékvezetője Csupor Rihály, asszisztensei Tóth Három László és Horváth Edina Ilona. Hihetetlen ideges hangulatban folytatta közvetítését a vendégek edzője, itt például sárgalapot követelt a játékvezetőtől. Véri ívelte ötés feles sarkára a labdát, de Sipos egy hajszállal lemaradt erről a beadásról. Véri, aki a tavalyi bajnokságban 15 gólig jutott, erőszakosan tovább megy és ballábos lövése a felső kapufáról vágódik vissza a mezőnybe. A két csapat legjobb góllövői, a tavalyi évben Gál Péter első lett a megyei gólvadászok versenyében, második Megyesi László Bicske játékos a hatodik helyen végzett, Molnár Attila a hazaiak részéről, Dvéri Zsolt a vendégek játékosa pedig egy góllal lemaradt, a hetedik helyen végzett. Idei évadban Gál Péter eddig 5 gólt szerzett, Molnár Attila 5-öt, Dvéri Zsolt 5-öt, Megyesi László egyelőre 2 gólnál tart. Dvéri előtt Kozsgai Mihály futott el, de Dvéri úgy érezte, hogy Kozsgai hozzáérhetett a lábához, és így a játékvezető szabadrugást ítélt a vendégek javára. Bal oldalra kikerül abba Majláthoz, aki jól ad be, Sipos azonban fölé fejelte a labdát. Dvéri Zsolt színészi tehetségét kamatoztatva szabadrugáshoz juttatta csapatát. A letett labdával Majláthot indítja, aki óriási gólhelyzetbe kerül, de lövését Miklós Balázs remek reflex mozdulattal védte. Íme lassítva is ez a jelenet. Óriási gólgér volt ez a Bicskei kapus részéről. Itt pedig Les címén Földes Gábort állította meg a játékvezető. Bedobás után szabadrugás kifelé lökés miatt Sipos Jenő kezelte a labdát, majd pontosan Megyesi. Ez passzolja a labdát, indítja Kozsgai Mihályt, de most a játékvezető, illetve asszisztense, Les címén Molnárt lengette le. Igen ám, de Csupor játékvezető,
szabálytalanság miatt ítélt szabad rúgást csapatunk javára. A letett labdához Medgyessy állt és végezte el a szabad rúgást. Újból visszakerül a labda, kifejlik a védők, és itt pedig egy egészséges harcot látunk. Molnár és Dvéri között, de természetesen Dvéri a nyerő. Egy előrévelt labdára Majlát és Máté húgott föl, a hazaiak játékosa használta a kezeit is, jól ítélt most a játékvezető. Itt pedig egy határozott, de kemény szerelés Medgyessy részéről. Nincs semmi baj a játékosnak, de egy kicsit jól esik pihenni itt a pályán. Rotman Sándor miután pihent egy kicsit a játéktéren, a nézők jobban követelik, hogy a kollégám küldje ki a oldalvonalon kívülre. Na nézzük, mi lesz ebből az újabb Biskei támadás. Lószabó Balázs hosszan indítja Molnár Attilát. Attila két védő gyűrűjében remekül emel kapuvezet labdája kapufáról kifelé jön. Óriási gólszerzési lehetőség volt a Biskei játékos előtt. De maradt tovább is 0-0 az eredmény. Egy újabb párharc és újabb szabadrúgás a vendégek javára. Dvéri szabadrúgás után a vendég támadók lesen tartóztattak, ezért szabadrúgás kifelé. Újabb támadásnál hátotta a labdát, és nagy harcot vív Mátéval, és megmozgulásra csupor játékvezető kiosztja a mérkőzés első sárgalapját a Biskei játékosnak. Hihetetlen jeleneteket produkál a vendégek támadója, hatos számmal játszó művész úr, színművész úr. Oda kerül a labda be középre, és Lendvai ordító gólhelyzetben. Kapuraló, de Miklós remekül jó, óriási bravúr volt ez újból a Biskei kapus részéről. Itt pedig egy műesés, hihetetlenül esik el Sipos Jenő. Megpróbálta ezzel a mozdulattal egy 11-es kiharcolni, de Csukor játékvezető nagyon helyesen tovább intett. Igen, ám, de a nézők jobban követelték, hogy ezért a műesésért Sipos Jenő kapja meg a maga kis sárgalapját. Kérem, tovább zajlanak az események. Kemény ütközések, egy indítás, de már lesen tartott. Egy kicske játékos, de nem azt fújja le, hanem a szabadrúgást idő csapatunk javárni. Miklós teszi föl, itt van a mérkőzés fordulópontja, súlyos szabálytalanság a középpályán. Kosgai Mihály ellen, a játékvezető tovább engedi a játékot, bekerül középre, két védő között remek kapuralövés, kipattan a labda, és érkezik Gál Péter, a tavalyi gólkirály, és ilyen helyzetben ő nem tudás. Mindez az első földi, 31. percében történt, hogy a vendégek Gál góljával megszerzik a vezetést. Így tehát 31 perc játék idő után Bicskes 3-0-1. Én úgy érzem, hogy a gól előtti lövésnél Miklós Balázs kapusunk egy picit hibázott, hiszen nem kellett volna kiütni a labdát, meg lehetett volna fogni, de ő nagy lövésre számított, és pont rossz helyre tolta ki. Így a vezetés szerezte a vendéget. Az első félidő hátra lévő részében tovább is a nagy iram, kapkodó játék, sok műesés, rájátszása szabálytalanságokra, nagyon sok színészi tehetség a vendégeknél. A játékvezető pedig nagyon sokszor elhamarkodottan sípolt, ezzel is elősegítve a játékosokat, hogy tovább is essenek és teljenek. Nem hiszem, hogy ez a fajta stílus elősegíti labdarúgásunk fejlődését. Én úgy gondolom, hogy az edzőknek szakmai irányítatást kellene adni a játékosok felé, és nem mindenben az ellenfelet és a játékvezetőt szapulni. Amíg nem lesz kellő alázat a játékosokban és az edzőkben, addig ne is várjunk csodát a labdarúgásunk felemelkedésében. Őszintén mondom, hogy régen láttunk ilyen szétszórt negyedes mérkőzést, amelyen sok mindent láthattunk, csak jó játékot nem. Itt Molnár Attila belemenését nézhettük, mely után ápolni kellett a gólerős Biskei támadót, de hála Istennek semmi baj a tehetséges Biskei játékosnak. Földes Gábor, rutinos játékosunk, harcol ki egy szabadrúgást javunkra. Molnár Attila kijobbra, Kosgai bead, de nagyon mély ez a beadás, és így a vendégek kapusája a labda. Egy beívelés a vendégek részéről, és itt egy szép műesés,
de ezt nem díjazza a játékvezetés, engedi tovább a játékot. Véri saját tér feléről próbálta bevenni Miklós kapuját, hiszen látta, hogy a Bicskei kapus kinnált, és úgy próbált gólt szerezni a vendégjátékos, itt pedig egy veszélyes vendégtámadás, de ebben a pillanatban Csupor játékvezető véget vett az első játékrésznek. A Bicskei szurkolókkal együtt abban bízunk, hogy az elégedetten öltözőbe vonuló sárosdi csapatot a második 45. percben le tudjuk gyűrni, idézőjelbe téve ezt a szót, és tudunk egy góllal többet szerezni, mint a vendégek. Nos, ez már a második játékrész történése, mindjárt helyzet, illetve reklamálás a vendégjátékostól, hogy kezezés volt a Bicskei védő részéről. Itt egy óriási lehetőség volt Pozsgai Mihály elő, de elvétette a labdát. A játékvezető nagyon helyesen szögletet ítél a Bicskei golára. Jön be a szöglet, érkezik Gulyás, és egy zúgó felső kapufát fejel. Óriási gólszerzési lehetőség mindjárt itt a második játékrész elején a Bicskei játékosok előtt. De maradt továbbra is a 0-1. Itt pedig egy óriási lehetőség a vendégtámadó előtt. Nagy zicsert hagynak ki a vendégek. Akár 2-0 is lehetett volna a javukra az eredmény, hogyha ezt a nagy helyzetet belövik. Ez már az 52. perc, ez Seménye Szabó Gergely kapja az újabb sárgalapot, eddig Gyurica Viktor kapott az ellenféltől, a Bicskei csapatból pedig Máté Dávid és Kozsgai Mihály. Na itt pedig a sólyemszem. Mi jól látjuk, hogy nincs kint a labda, de a partjelző az bizony lengette az ászalát a játékvezetőkkel, sípolt, hogy bedobása a vendégek javára. Ezek a percek nem a játékról szólnak, inkább a küzdelemről. Horváth Zoltán tárja szét a karját a Spori felé. Itt egy újabb szabálytalanság, most megyesít tartotta föl a Sáros Gyilag játékosa. Egy fejvele is oda hatoson belül, óriási lehetőség lett volna a Bicskei játékos előtt, de nem volt a közelben senki. Egy újabb Bicskei támadás, jó a pörgetés. Ezt még azért mutatjuk, hiszen lassítva is lehet látni, hogy a Bicskei játékosa nem volt lesen, de a játékvezetők most teljesen szétfújják a mérkőzést. Nagy bedobáshoz készülnek a vendégek, jó a továbbcsúsztatás, és helyzet volt a javából ez is. Szöglet, befejelt labda, egy újabb lehetőség a vendég támadó előtt. Ez pedig a védelmünk részéről kifejelték a labdát. Újabb szabadrugás, most már a Bicskeik javára. Nagy a tömörülés, hol a labda? Itt a labda, és kezelésre kamálnak többen. A játékvezető mutatja, hogy csak sarokrugás következhet. Jobb oldalról jön be a labda, kifejelik újból a védők, újabb sarokrugás. Ismételhetnek a Bicskeik, óriási helyzet Molnár Attila előtt, akinek a fejese épp hogy mellé szállt. Íme a Bicskeik játékosa. Vendégtámadás. Egy lágy beívelés. Egy is egy fejes, amelyet biztosan véd, Miklós Balázs. Itt pedig egy ütközés után Radics Ádám sérült meg, helyére Mikó Sebastian állt be, mindez a 70. percben történt. A 58. percben még Vörös Zoltán helyett német Zsolt is pályára lépett. A vendégeknél a helyzeteket. A vendégeknél Somogyi Szabolcs helyett Tíber Szabolcs játszott, Hoffman Sándor helyett egy Szövet Balázs is a pályára lépett ezen a találkozón. Itt egy újabb szabálytalanság. Szabó Balázs csapott össze a vendégjátékossal, és szövegelésért pedig a 72. percben Földes Gábor kapja az újabb sárgalapos figyelmeztetést a mérkőzés játékvezetőjét, egy Csupor Rihártól, éme itt van a fiatal Mikó. Az utolsó negyed órához érkeztünk, ez már a 75. perc eseménye, Lengyel Gábor harcol meg a labdáért, nagyon agresszíven és határozottan. Itt pedig Borostyán és Vörös karjaiban sérül Radics Ádámot láthatjuk, aki
méteri, 60 méterről! A Picskelyek szakvezetőjét törölt egy pillanatra a partjegyzőre. Megkérem, itt van a 75. perc eseménye. Szabadrugáshoz jutunk. Egyesi keményen megjött szabadrugása, kijön a kapusról, és Máté dekázik egyet a labdával, és Ötés feleség bevágja Somogyi kapujába a labdát. Ezzel megvan a Bicskelyek egyenlítő gól. Íme lassítva még egyszer a gól, ismétlésben. Így tehát a Bicske sáró mérkőzés állása 75 perc játék idő után 1-1. Na még van hátra, szűk negyed óra, még meg lehet szerezni a győztes gólt. Csoportjátékvezető mindenre figyel, egy rendtenskedő nézőt küldött ki a sporttelepről feltetően gyengélkedő, a nézőhöz közelebb álló partjelzőt szidalmaztak. Jelenleg 1-1 az eredmény állása, és benne vagyunk az utolsó negyed órában. Még semmi sem dőlt el, és bármelyik csapat győzhet, amennyiben kihasználja az adódó lehetőségét. Sipos, óriási gólhelyzetben lő kapura, de a Bicskely kapusa immár sokatszor védi ki a vendégjátékos ballábas lövését. Így íme ismétlésben ez a helyzet. Így van ez, hogyha egy jó kapus a labdára koncentrál. Bravo, bravo, Balázs, csak azt tudom mondani. Újabb helyzet, de ezt a vendégjátékos védi ki. És ez a lövés pedig keresztbe elszáll. Itt Mikó, Sebastian arcát láthattuk, de játékvezető nagyon könnyen ítél szabad rugást a vendégek javára. Jön be a labda, újabb helyzet, de védőink mentenek. Előbb Mikó Sebastian szerelt, aki 75 percben áll, de most pedig Lengyel Gábor megmozdulását ítélte szabálytalanok. A játékvezető jön be, a szabadrúgás, kifejlik védőink, itt Földes Gábor pedig tovább forgatik. Jönnek a vendégek, egy-egy, mindent egyre akarra tesznek, hiszen nekik a győzelem elfogadható ahhoz, hogy meg tudják tartani a második helyüket, illetve hogy versenyben legyenek az első helyek. Habicskelyek támadnak, de Gulyás addig-addig forgolódik, még nem szerelik őt. Itt pedig Gvéri jön, és szabálytalankodnak ellene. Természetesen könnyen elesett újból. A szabadrugás maga sértet végzi el, és Miklós Balázs kinézi a jobb felső sarokból ezt a lövést. Pedig remekül oda volt téve, de centiméterekkel került el kapunkat. Újból egy beadás. Itt egy kezezés, de a játékvezető nem vesz észre. Mehet tovább a játék, félpályánál Pepe szerez labdát, továbbítja a labdát Molnárhoz, Molnár lövése pedig Bocskán elkerült a vendégek kapuját. Vendégtámadást tovább csúsztatott, de Máté vágja előre, aki eddig a csapat legjobbja volt, Földeshez kerül a Laszti, két védő között fordul be, de Sipos szabálytalankodik csak vele szemben, és így szabadrugáshoz jutunk. 17-18 méter az ellenség kapujától, és akkor nézzük, hogy hogyan kommentálják az eseményt a fiúk a stúdióból. Na itt a lehetőség egy ősztes található. Veszi a tégés. 2 perccel a vége előtt, 18 méter, akkor 3 méterre van a sorfal ezek szerint. De Csupor játékvezető hagyja, mert ez nem zavarja, Megyesi László nem zavarja, hogy 3 méterre a sorfal. Valámos lövés a lövésről, Szabadba! Mekkora gól! Hihetetlen! 2 perccel a vége előtt, bomba gól! Fantasztikus gól a jobb felső sarokba, Megyesi lövése. Ez igen, soha jobbkor, a legjobbkor. Íme, lassítva, már hallgatszó láthatjuk ezt a csodálatos gólt, amelyet Megyesi László szerzett, és ebben a bajnokságban ez a harmadik találata. És akkor jöhetnek a gratulációk, akár a kapusunktól, amely játékosokon keresztül mindenki gratuláció, de a vendégek nem adták föl. 1 perc van hátra. Íme, küzdés a labdáért, és természetesen Csupor játékvezető egyből szabadrugást ítél a vendégek javára, ezért a megmozdulásért. Tehát itt a lehetőség. Nem lesz gól. A nézők körében lévő Salamanék megbeszéljük, hogy nem lesz gól. Na de nézzük, Véri szabadugásra sorfa megkapan, Sipos elé kerül, és ő Mikó Sebastian szereli. Nagy te az ellentámadás, az utolsó percek eseménye, Molnár jön ki a védők közül, illetve a támadók közül. Mikóhoz passzol, Mikó pedig túl hosszan adja a Földes Gáborhoz, de Gabi még utoléri, de már nem tudja visszakanyarint a labdát. Sajnos ez volt az utolsó nagy lehetőségünk, de még itt a vendégek, újból támadnak.
Gál, Meller, Gyuricához, Gyurica a ballábos lövését védi, Miklós, Balázs, bravo Balázs, újból és újból, sokatszor remekel a Bicskejek kapusa, és ez volt a mérkőzés utolsó mozzanata, mert bizony nincs tovább, mert Csupor játékvezető ebben a pillanatban véget vett a Bicske-Sárosd megye elsőosztály bajnoki labdarúgó mérkőzésnek, amelyen együttesünk 2-1 arányban győzte le a vendég együttest. Gratulálunk a fiúknak. Itt pedig a sárosdiak kielemezhetik, hogy miért is szenvedtek vereséget a mai napon. És akkor engedjék meg, kedves nézők, hogy röviden összefoglaljam a mai mérkőzés vendégét. Ideges, csak nem kapkodó játék az elején, majd egy talált gól az első félidő befejezés előtt 11 percet. Rengeteg szabálytalansággal tarkított mérkőzésen, a másik félidőben is ott folytatták a csapatot, ahogyan abba hagyták az első félidőt. A vendégek irányítója Dvéri Zsolt a másik félidőre elfáradt, ettől függetlenül mégis több helyzetet tudtak kialakítani a vendégek. Csapatunk ezen a napon sok mindent kibírt, többek között a nagyon sok bírói tévedési ítéleteket, amelyekkel sújtotta együttesünket. Küzdeni akarásból az egész Bicskei csapat dicséretet érdemel. De azok közül is kiemelkedő volt Miklós Balázs kapusunk kiváló teljesítménye. Máté Dávid mezőnyben végzett csodálatos játéka, Földes Gábor és Megyesi László, két öreg ütönös játékos alakítása, és a fiatal Mikol Sebesztián emlékezetes 20 perce. De a legszebb jelenet a 88. percben látható forduló gólja volt, így a Bicskei TC felnőtt labdarúgó csapat őszi szezon eddigi legjobb játékához és csodálatos győzelméhez gratulálunk. Tehát láthattuk Gál Péter első gólját, és itt jön a második, a mérkőzés másik gólja, a Bicskek első találata, Máté Dávid dekázott egyet combbal, majd az öt és feleső tele lábfeje kapuba lőtte a labdát, és ezzel tudtunk egyenlíteni a mérkőzés 75. percében. És akkor nézzük, hogy volt a győztes gól, a forduló gólja. Megyesi nem foglalkozik azzal, hogy 3 méter áll a négy tagú sorfal, fantasztikus nyugalommal, ahogy szokta azt, ahogy megszoktuk tőle, haláli nyugalommal csavarja a jobb felső sarokba. Tehát ez volt a mérkőzés győztes gólja. Gratulálunk még egyszer a fiúknak, önöknek pedig további kellemes tévézést. Viszont látom, lehetős viszont.